tisztelendő paptestvérek, tisztelendő nővére, Krisztusban tevetett testvéreim! Ez az ünnep úgy is nevezhető, hogy az angyali üdvözlet ünnepe, Jézus Krisztus megtestesülésének híradása, nevezhető úgy is, mint gyümölcsoltó boldogasszony, mi magyarok hívjuk így, hiszen az a szép hasonlat, hogy ilyenkor szokták a gyümölcsfákat oltani, átvitt értelembe az emberiségre Jézus Krisztus születése ugyanilyen lelki nemesítést hozott. A Zsolozsmában a reggeli dicséret előtti egy soros ilyen antifóna így szól, hogy Isten elküldte hozzánk fiát, úgy szeretett minket, hogy bűnös testben is elküldte hozzánk fiát, mert Jézus Krisztus egy lett közülünk. De hát miért bűnös a test, kérdezhetnénk. Isten mindent jónak teremtett. És ezen a szón, hogy testi bűnök, nem föltétlen kimondottan a testiség bűneire gondol a Szentírás, mert a gőg, vagy a zirítség, vagy a Isten tagadás, az nem testi bűn, és mégis ennek mondja. De ugyanakkor azért láthatjuk az üdvösség történetből, hogy az engedetlenség után mérhetetlen sok testi bűnt követtek el az emberek, kezdődött a testvérgyilkossággal, lerészegedésekkel, aztán mindenféle ocsmánságokkal, ami a átlag olvasót megszokta botránkoztatni, hogy ilyenek vannak leírva az Ószövetségi Bibliába. Pázmány mondja, hogy a mi okulásunkra írták le, mert ezek ugyanígy előfordulnak most is. Viszont egy csere kezdődött Jézus Krisztus megtestesülésével, megszületésével és világba lépésével. Megszentelte az emberi testet újólag, és a föltámadásával pedig egy végleges, megdicsült formát adott neki. A keresztség alkalmával szoktuk a kis fehér ruhát rátenni a gyerekekre. Régen fölvették a albához hasonló fehér ruhát, mert Szent Pál apostol mondja, hogy a keresztségben Krisztust öltöttétek magatokra, úgy kell élnetek. Ez nyilván megint lelki vonatkozású, hogy azt a lelkületet akarjuk magunkra venni, amelyet Jézus Krisztus megélt. De ez jelenti még a testi voltunkra való kihatását is. Úgy gondolom, egy pillanat alatt mindenki meg tudná különböztetni, ha mondjuk egy börtönben lévő köztörvényes bűnösök, vagy ilyen jó, lezüllött kocsmai arcokat mutatnának, vele párhuzamosan mondjuk bemutatnák az akadémiának a tagjai arcát, vagy egy szerzetes közösségét, hogy nem sok találgatás kellene, hogy megmondja, hogy na, ez melyik társaság. Tehát még valamiképpen a testi voltunkra is kiárad a belső lelkület. És ez a megváltásunkkal kezdődött, hiszen Jézus Krisztus egy lett közülünk, emberré lett. Ez kezdődik el március 25-ével. Ez is bizonyíték annak, hogy a kereszténység nem a születéstől számítja az emberi életet, hanem a fogantatástól. Megjegyzem, a zsidók is, mind a mai napig. Ez is egy figyelmeztető jel. És hát ezt a mai napot itt ebben a kis kápolnában egy szentségimádással folytatjuk. 12 óráig lehet jönni. Az is egy átváltozás, hiszen Jézus Krisztus
itt maradt közöttünk a kenyér és bor színében, de föltámadott valósága, ami hitünk szerint benne van, és ezért imádjuk az oltári szentséget. Az emberi lét, aki leélt már egy hosszabb időt, sokszor igazat ad a zsoltárosnak, hogy életünk mindössze 70 év, ha erősek vagyunk 80, az is jobbára törődés és szenvedés, mondja a zsoltáros. Ha valaki hosszabb időt él, akkor még inkább érzi ezt. Ugyanakkor Istennek mégis megérte megteremteni az embert. És egy öreg embertől hallottam, ilyen beteglátogatás alkalmával. Tudja, Isten fölkészít arra, hogy ne nagyon vágyódjunk már a földi életre, hanem vágyódjunk az örökké valókra, mondta az az idős beteg ember. Viszont mi nem azt mondjuk, hogy megszűnik az életünk a halállal, hanem hisszük, hogy van föltámadás ahhoz a föltámadt Krisztushoz hasonló formában, amit ő éppen az első húsvétban már megmutatott. Ünnep Jézusé és Máriáé egyszerre ez a mai nap, hiszen ahogy az anya és fia, fia és anya elválaszthatatlanok, így ünnepli az egyházunk, és meg kell tartanunk még húsvét utáni időben is, hiszen ekkor kezdődött a megváltásunknak földi pillanata, amért hálát adunk. Majd a hiszek egy megvallás, akkor vagy letérdelünk, vagy meghajlunk, hogy értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Nem tudunk eléggé csodálkozni, hogy Isten emberré lett, hogy az ember Isten fia lehessen. Ennek a hitigazságnak örömében valljuk meg hitünket. Amen. Hiszek az egy Istenben. Yeah.